Miután Jézus ezeket mondta, felnézett az égre és így szólt. Atyám, eljött az idő. Dicsőítsd meg a fiadat, hogy ő is dicsőséget szerezzen neked. Hatalmat adtál fiadnak minden ember fölött, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki ajándékoztál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent, és a Messiás Jézust, akit elküldtél. Atyám, befejeztem a munkát, amelyel megbíztál, és ezzel dicsőséget szereztem neked itt a földön. Most pedig, Atyám, fogadj vissza dicsőségedbe és jelenlétedbe, abba a dicsőségbe, amelyben veled együtt laktam, mielőtt ez a világ létrejött volna. Atyám, embereket ajándékoztál nekem ebből a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Én pedig kézzel foghatóan megmutattam nekik, hogy te milyen vagy. Ők azok, akik befogadták szavaidat, és engedelmeskedtek annak, amit mondtál. Ők már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled származik. Minden szót, amit tőled hallottam, továbbadtam nekik. Ők pedig befogadták a tanításodat. Felismerték, elfogadták, és meggyőződtek róla, hogy ezek a tanítások valóban tőled származnak, és azt is, hogy valóban te küldtél engem. Értük imádkozom, Atyám, nem a hitetlenekért. Azokért imádkozom, akiket nekem adtál, mert hozzád tartoznak. Mert mindazok, akik hozzám tartoznak, a tieid. És mindazok, akik hozzád tartoznak, az enyémek. És általuk mutatkozik meg a dicsőségem minden ember számára. Most már visszatérek hozzád, Atyám. Nem maradok tovább ezen a világon, de ők itt maradnak. Szent Atyám, őrizd meg őket a neved hatalma által, amelyet nekem adtál. Őrizd meg őket, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk. Amíg velük voltam, megőriztem őket, te neved hatalma által, amelyet nekem adtál. Vigyáztam rájuk, és nem veszett el közülök senki más, csak az az egy, a veszedelem fia. Így teljesedett be, amit az írás róla mondott. Atyám, most hozzád jövök. De amíg még ezen a világon vagyok, imádkozom azokért, akik hozzám tartoznak, hogy az én örömöm egészen betöltse őket. Én a te igédet nekik adtam, Atyám. És a világ gyűlölte őket, mert ők nem ebből a világból valók, ahogy én sem tartozom ehhez a világhoz. Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogyan én sem. Választ külön őket a magad számára, Atyám, a te igaz valóságod, a te igéd megismerése által. Mert a te beszéded az a valóság. Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket, és én értük, oda szentellem magamat. Hogy ők is megszenteltek legyenek az igazság, az igaz valóság megismerése által. Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem. Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én, te benned élek. Ők is ugyanígy éljenek mi bennünk teljes egységben, hogy az a világ meglássa, és elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk, Atyám. Én bennük élek, és te, Atyám, én bennem, hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttán majd az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem. Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Azt akarom, hogy lássák a dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már a világ teremtése előtt szerettél engem.
igazságos atyám, ez a világ soha nem ismert meg téged, de én ismerlek. És ők is felismerték, és elfogadták, hogy te küldtél engem. Megmutattam nekik, hogy te valójában milyen vagy. És továbbra is meg fogom mutatni, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük éljen. És én is ő bennük élek.